Nézzük akkor a kemény tojás projektnek a bevételeit, költségeit, ugye 2016. Hát eléggé elmaradtam ezzel a sorozattal, megmondom őszintén. Ugye még az áprilist sem láttátok, hogy áprilisban mit hozott ez a, ez a honlap, és most már júniusnak hát már közepe is túlzás mondani, mert 20-a van. Így igyekszem majd utolérni magamat. Minden esetre most az áprilist és a májust akkor együtt egyszerre megcsináljuk. Voltam úgy egy nagy változás, ami majd érdekes lesz, nem is feltétlenül bevételben. Nézzük, kezdjük az áprilissal, az az egyszerűbb. Gyakorlatilag nem sok minden történt bevétel költség szintén Volt egyszer az AdSense bevétel, ami ugye 6973 forint, ez az április, ez egy picit itt visszaesett. Azért azt el kell mondanom, hogy most az idén márciusban volt a húsvét, és azért a, a, a kajás honlapoknál egyértelműen a karácsony, szilveszter és a húsvét, ami, ami nagyon húzós látogatottságban látszik valamilyen szinten a látogatottság is esett vissza májusban amúgy a másik honlapomon is, tehát a rántotúsvokbanon is. Hát ezen nincs mit mondani, ami nagyon érdekes, ezt azóta sem tudom, hogy mi lehetett az oka, hogy volt április 7-én egyetlen egy nap, 2000, majdnem 2400 forintos bevétellel, ha megnézzük, akkor 7 kattintás volt a hirdetésekre, ami ugye volt másik nap, amikor 9 volt, és a tizede volt a bevétel, nem tudom, valószínűleg valaki valami nagyon uh, extrém, ez egy hatalmas szám, ez ezer megjelenésre első bevétel. Tehát, ha ennyit hozna egy honlap, akkor az ember elég könnyen tudna nagyon sok pénzt keresni ebből. Elárulom, hogy sajnos nem hoz ennyit egy honlap. Még angol nyelvterületen is ez, ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő összeg. Hát mindegy, ez van, jó, minden esetre benne van a bevételben, tehát így értük ezt el. És ugye van az e-target a másik hirdetés pedig 2411 forint volt a bevétel, ott is egy picit esett vissza, ezen nem nagyon van mit szépíteni, vagy csúnyítani, ez ennyi, nem volt se költség, semmi, és gyakorlatilag ezt így az április, azt le is tudjuk, ugye, ami a, ami a jó hír, hogy most hirtelen megyünk tovább, de gyakorlatilag most fordult tehát pozitívba ez a projekt, tehát most van az először, ez azt jelenti, ez a kumulált egyenleg, és 5038 forint, hogy most van az először, hogy amióta elkezdtem, hogyha mindent, mindent beleszámolok, amit elköltöttem, illetve hát amit mondjuk nem is költöttem el, mert mondjuk a tárhelyért ugye külön én nem fizetek, csak számolom, hogy lásd, mintha mint hogyha mondjuk te kezdenél el egy hasonló ö, honlapot, tehát, hogyha mindaz, amit elköltöttem, vagy elköltöttem volna, hogyha ezt egy teljesen külön projektként csinálom, akkor most már ez hozott pozitív összeget, ugye eddig, eddig még mindig többet vitt el. Mármint, hogy minden hónap pozitív volt, de összességében, mint beruházásként az elején az ember ráköltött, azt még eddig nem termelte meg. Nézzük akkor a májust. Ez egy kicsit érdekesebb lesz, mert ugye itt látsz egy, látsz egy, gyakorlatilag itt le, lement nullára egyik napról a másikra, ami, ami nem véletlen. Eddig nekem ez a, a saját nevem alatt jöttek ezek a honlapok, tehát mint szilágyi balázs kaptam a bevételt és adóztam utána. Viszont most már hát önmagában a kemény tojás nem, mert azért itt tényleg még pár ezer forintról beszélünk havonta. De mondjuk a, a rántott húsfokban honlapom azért már elég szép bevételt hoz ilyen téren is, és e, megérte ezt átvinni céges számlára, tehát itt majd látni fogod mindjárt mutatom egy, egy céges. E, céges AdSense, ez pedig onnan indult, tehát gyakorlatilag körülbelül május 10-e körül, környékén tettem át a, a hirdetéseket, úgyhogy itt igazából van egyszer 2045 forint, mint bevétel az AdSense-nél, és van egyszer, ugye a másikban 4893 forint, Tehát tulajdonképpen így jött ki. Hát ez, ez egy picit kevesebb, mint az április, de tulajdonképpen ebből a kettőből jött össze, és akkor ezek után a ezek után a, a, a céges számlát, ez lesz tulajdonképpen ez a, te, a számodra teljesen mindegy, itt igazából annyit kell látni ezzel kapcsolatban, és sokszor Szóba szokott kerülni ez az adózás, meg ilyesmi. Figyelj, nem az adózással kell foglalkozni, adót kell fizetni sajnos, mindenhol kell fizetni adót. Ted rendbe legyen, rendben az adózásod, és nézd meg, hogy hogyan tudsz jogszerűen a jogszabályokat betartva a legkevesebb adót fizetni. Nekem most itt megérte ezt áttenni céges számlára, tehát gyakorlatilag a cégem kapja a bevételt. És innentől kezdve ezt, a, ezt az AdSense fiókot fogjuk nézni, hogy teljesen egyszerű volt átrakni, tehát létre kellett hozni egy másik Etszenz fiókot, és egy-két nap alatt létrejött, és utána a hirdetéseket átraktam, ugyanúgy, mint amikor egy új hirdetést hozol létre, pár óra múlva már működtek. Zárójában jegyzem meg, hogy ez még ilyen provizorikus bevétel, mert hogy még nem sikerült a címet visszaigazolni, tehát ezt a pénzt még nem tudom megkapni, de ez már legyen az én problémám, elvileg itt van, és elvileg valahogy hozzá fogok tudni jutni. És akkor nézzük ugye az e tehát ez 2960 forint, tehát gyakorlatilag valahol az április szinten mozgó ott a május is. Ez azt jelenti, hogy ilyen 10.000 forint környékén tud most ez a honlap hozni. Nem sok minden történt, elárulom, nem tudom, hogy arról fogok-e külön videót csinálni. Nem sok minden történt a, a háttérben, nyilván, hogyha egy picit jobban foglalkoznék vele, akkor, akkor ezt lehetne emelni. Amit látni kell, és nagyon fontos látni, hogy ez a 10.000 forint, ez azért a nagyjából passzív. Ként jön, tehát erre úgy tekintse, hogy mi lenne, hogyha neked valami hozna havonta 10.000 forintot, természetesen a havi 10.000 forint nem olyan sok, de hogyha ez úgy passzívban jön, hogy egyszer dolgoztál érte, és utána mindig jön, azért az nem egy rossz összeg, és még egy történet volt, ami tulajdonképpen május, ugye mondtam, hogy nem fogok ilyet többet csinálni, de mégis csináltam, kiment Facebookos hirdetés, mégpedig egy ilyen Tulajdonképpen egy ilyen PR jellegű uh, hirdetés, ami, a, ami kiment. Ez voltam amúgy a legsikeresebb, ez sok mindenkit meg szokott lepni, nem kell rajta meglepődni, én legalábbis nem lepődök meg rajta. Ez a legsikeresebb uh, cikk, recept. Egyszerűen a kemény tojás főzése, hogyan kell uh, tojást főzni. Bármennyire vicces, az emberek nem tudják. Tehát nem szabad hülyének nézni az embereket, a fogyasztóidat, a célközönségedet, attól, hogy te tudod, mondjuk egy szakács számára evidens, hogy hogy kell. Tojást főzni, vagy egy gasztroblogger számára evidens, hogy, hogy kell tojást főzni. Nagyon sok embernek ez ma már nem evidens. Az emberek nem azért keresik az interneten a recepteket, mert nincs oldó jobb dolguk, hanem nem az anyjuk szoknyája, vagy a nagyanyjuk szoknyája mellett nőttek föl, és lehet, hogy még a tojásfőzést sem tudják, vagy nem biztosak benne. Úgyhogy ez a hirdetés ment. Ki. ennek nem nagyon látszik a, a... két ok miatt nem látszik az az, az eredményeit, egyrészt ez május 28-án indult, tehát igazából, és júniusig tartott, tehát igazából akár júniusban is elszámolhatnám. És természetesen ezek a hirdetések nem hozzák meg azt, amit az ember pénzbe beléjük fektet, viszont igenis, hogy az ismertség, a névnek az ismertsége pedig visszajön hosszú távon, tehát nem szabad az ilyen dolgokat csak és kizárólag az aznap megtermelt pénzen keresztül nézni. 574-en kattintottak 2100 forintért, ez nem olyan jó, lesz majd júniusban jobb, ezt elárulom, de gyakorlatilag írjuk akkor ide be, hogy legyünk őszinték saját magunkkal szemben, hogy 2100 forint elment hirdetésre, hát hozott kemény egy page, az oldal like az nem olyan sok, Szóval valamennyire megmozgatta az embereket, látták, hogy, hogy vagyok, látták, hogy van ez a kemény tojás, név, ugye azért ez egy viszonylag még ismeretlen oldal, ezt is föl kell hozni, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy ugye ez elvitt valamit, de már 10.000 forint fölött van a bevétel, amit ezt összesen ez a honlap megtermelt, és még egyszer mondom, nem sokat dolgoztam vele ebben a két hónapban, majd lehet, hogy csinálok egy videót erről, hogy mit dolgoztam, egy picit amúgy lehet, hogy az június lesz, mert itt a az átállással, a céges számlára átállással kapcsolatban egy picit nagyobb lendületet kaptam, és mostanában került ki több recept, de majd azt egy másik videóban köszönöm szépen, hogy megnézted. Hogyha tetszett ez a videó, mindenképpen nyomjál egy lájkot, nagyon sokat jelent nekem. Hogyha megosztod esetleg, annak is örülök, hiszen ez egy teljesen hatalmas, értékű videó, megmutatom embereknek, hogy hogyan lehet és mennyi pénzt lehet egy honlappal keresni. Nagyon sokszor kérdezitek, hogy mennyi pénzt lehet reálisan reklámbevételből csinálni Magyarországon. Hát itt van ez egy példa, nem hiszem, hogy sokan ezt ennyire őszintén megmutatnák. Hát, ha valaki másnak is van szüksége erre az információdra körülötted, hát, ha valaki más is szeretne elkezdeni blogolni, szeretne elkezdeni recepteket föltenni, biztos, hogy számára is hasznos, úgyhogy oszd meg nyugodtan a YouTube-on, like Facebookon, hogyha feliratkozol a csatornámra, azt is megköszönöm, és neked is hasznos lesz, mert nagyon sok videót teszünk fel a honlapra fel YouTube csatornára, és akkor értesülsz róla, tehát mindig kapsz értesítést, hogy, hogy van valami újabb videó, és azokat meg tudod nézni. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.